Sziasztok! Ma hősök jártak nálam. Ma volt egy kertlátogatás délelőtt. Ebbe a hatalmas nagy viharba egyébként azóta csillapodott a szél, úgyhogy most már szerencsére nem fúj annyira. Most azért készítem ezt a videót, hogy megköszönjem mindenkinek, aki itt volt, és kibírták ezt a délelőtti hihetetlen nagy szeles időt, és ráadásul még az eső is elkezdett esni. Úgyhogy szerintem többen összefagytunk, de akkor is itt voltunk, és akkor is tényleg megnéztétek a kertet, úgyhogy mindenkinek köszönöm szépen. A másik oka pedig az, hogy ebbe a pár napban 125 milli eső esett. Nézzétek meg, hogy itt a növények azok teljesen elfeküdtek már, és hatalmas nagy szelek vannak, szóval tényleg most csillapodott, most már nagyon jó, de egyébként estére orkán eredő szelet ígérnek ide Sopronba. Úgyhogy ennek nem lesz vége, ez folytatódni fog. Remélem, hogy nem lesz akkora vihar. Hát most nézzétek meg itt például a rózsalugas az megfeküdt, ugye ki is van karózva, pluszba eltörte a szél, beborította teljesen. Úgyhogy ennek itt lejárt az ideje, úgyhogy még a rózsát valahogy megpróbálom megmenteni. És minden is fekszik, szóval most itt bujdosnom kell a zágyások között. Ez a nagy szél, ez ugye, és ez a nagy eső, ez azért megtette a hatását, szépen kizöldült minden, örülünk az esőnek, úgyhogy ahogy elnézem, a városba is több autó megsérült, több fa kidőlt, több faág letört. Szerencsére itt nálam azt kell, hogy mondjam, hogy nincs nagy kár, egyáltalán semmi olyan nincs a rózsalugoson kívül, amit úgy annyira sajnálnék. Az, hogy így a növények eldőlnek, az meg persze az egy ilyen időben megszokott. Hát itt is itt van például a pillangóvirág, ott van benne a ricinus, szóval aminek nincs támasztéka, az azért fekszik a kertben. Ezt úgy is látjátok. Viszont köszönöm mindenkinek, aki eljött ma. Tényleg nagyon hálás vagyok nektek, hogy nem ijedtetek meg ettől az időtől. Nagyon örülök, hogy eljöttetek. Úgyhogy remélem, hogy találkozni fogunk még egy jobb időbe. Szóval nem egy ilyen időbe, hanem egy szép nyári napon. És remélem, hogy senki nem lett beteg, senki nem fázott meg. Úgyhogy most búcsúzom is, mert ma másokat szórázok meg. Egyébként most jöttem haza a kutyákkal. Azért nagyon-nagyon picike sétát kaptak. Azt nem bírom ki, hogy ne vigyem el őket, nekik is kell a mozgás, úgyhogy egy nagyon kicsi sétát kaptak a kutyák, és most már tényleg nagyon átázott a kabátom is, most már nagyon vizes vagyok, úgyhogy mindenkinek köszönöm, aki ellátogatott hozzám. Sziasztok, legyen szép napotok, és nem kívánok senkinek se ilyen vihart. A csapadék nem zavar, de viszont a szél az igen. Sziasztok!